Ebben a videóban szeretnék így bemutatni a környéken pár helyet, ami paranormális jelleggel bír a legendák szerint, meg a mendemondák szerint, ugye? Nem kell hinni benne, nem ez a lényege, hanem a kialakult történetek a lényegek. Parák, nem parák, maguk a helyek jól néznek ki, úgy általában már amennyi látszik belőlük éjszaka. Itt vagyok, éppen két szerelmes hattyú mellett. Mögöttünk valahol ott áldogál, lehet látjátok, a Shakespeare bácsi. Szokás szerint parkban kezdem az utamat, és akkor most majd fogok pár dolgot mutatni, meg mondani is. Bár lehet utólag mondok csak. Itt van mögöttem az első helyszín, a Sheriffház. Itt olyanokat mondogatnak, ráadásul a Síp utca 40, a Bárány utca 40-ben található. Itt szokták azt mondogatni, hogy rengeteg árnyékalakot látnak, hátul ilyen pajtában valakit vecce megfojtott valami, majdnem elvileg, ugye? Illetve egy nőt szoktak gyakran látni itt, egy idős asszonynak az alakját, aki gyertyával a kezében közlekedik fel le a lépcsőn. Érdekes para helyszín, azt mondják, hogy belülről is megéri megnézni, mert már úgy alapból azzal, hogy átadja a hangulatát, tud teremteni egy parafaktort. Ahol a sok villogás van szembe velünk, az a Gerick House, vagy Gerick Inn, ilyen fogadóként üzemelő hely. Azt mondják ugye, hogy a fogadónak a volt tulajdonosa kísértet járja a házat. Vagyis hát a volt tulajdonos által van, most az első tulajdonos által, akkor mondjuk már így, van szellem járva a ház, és szereti a frászt hozni az itt megszálló emberekre. Ez is egy hangulatos kis, több mint 600 éves épület. Ez itt maga a Shakespeare Hotel. Elvileg egy Lucy nevű lánynak a tulajdonában volt, illetve a bántalmazó nagybácsi, aki hát szexuálisan bántalmazta a szegény lányt. A történet szerint végül megölte a lányt a nagybácsi, és a 203-os szobában a fal mögé rejtette a testet, illetve a macskával együtt, ami a kislánynak a macskája volt. És hát abban a szobában, meg annak a szobának a környékén szokták mesélni, hogy rendszeresen látnak egy kislány alakot. Vagy egy lánynak az alakját, egy nőnek, nem tudom. Nem tudom a pontos részleteket, csak így a mendemondák alapján. Meg elvileg volt valami olyan is, hogy egy macska megtámadott egy nőt, és ugye arra azt mondták rögtön, hogy ez a macska volt, az a macska, a Lucy-nak a macskája, aki a szintén a falba van temetve. Szóval a macska szelleme is visszajött bosszút állni. Mert hát nem tudnak nyugodni, mivel meglettek gyilkolva. Hát azt el kell ismerni, hogy maga az épület az parás. Ez meg itt mögöttem a Shakespeare iskola valami, nem tudom, hogy ez pontosan mit akar. Szépen hosszan elterül. Itt nem tudom, hogy milyen történetek vannak, ezt csak így megmutattam, mert amúgy ez is egy ilyen tipikus ősi angolos építkezési szokásokkal rendelkező, nem tudom, mit beszélek. Itt látható a Holzcraft nevezetű épület, ahol szintén mindenféle árnyékalakokat láttak, meg hát két amerikai nőnek a szellemét is elméletileg szokták látni, egy kislánynak a alakja szokott kibontakozni, illetve meghalt itt egy nő, aki leesett a lépcsőről, és elvileg a mai napig előfordul, hogy kék szellemet látnak, ami a lépcsőnél mozgolódik többnyire. Az igazságot nem én fogom megmondani, csak azt mondom, hogy egyébként viccen kívül parán néz ki ez az épület. Ez pedig itt a Holy Trinity Church, illetve Cemetery. Szóval a Szent Háromság templom, vagy mit tudom, minek nevezzem, illetve temető, vagy temetkezési hely, vagy nevezzük bárhogy. Lehet bemegyek, de már voltam bent jó párszor egy videó belül is, nem igazán kell mutogatni szerintem feltétlenül, indokolatlan ok nélkül. Abban a nagy épületben, ami nem biztos, hogy normálisan látszik, van
eltemetve a William Shakespeare drámabácsi író. Neki elvileg ugye a sírja az átkozott. Aki kapcsolatba kerül vele, vagy kapcsolatba lép vele valamilyen formában, fizikailag nyilván, annak hát, hamarosan halál, vagy balszerencse, vagy valami ilyesmi fogja követni a létezését. Meg elvileg itt 1954-ben eltűnt egy nő, illetve nem biztos, hogy pontosan itt, de meggyilkoltak egy nőt, akinek a testét hát arra felé, befelé, a másik oldalán lévő folyóban találták meg jóval lejjebb. Mert ugye ez konkrétan egy folyó mellé van épülve ez a katedrális, vagy templom. Mindig katedrális mondok, de templom amúgy. Illetve temető. Egész szépen ki van most világítva. Van, hogy nem ég minden lámpa bent, de most ég mind a kettő igazából. Szóval akkor a harmadik most nem ég. Na mindegy, akkor nem ég az összes lámpa. Lehet bekukkantok egy picit csak úgy. Megszokásból. A hold is elég szépen látszik egyébként. Mindezt látjátok, mint a napsütés lenne, vagy nem tudom. És akkor most lehet benézek akkor egy picit. Nem is nagyon kell lámpázni. Most ilyen fény nyomni, mert majd, hogy nem tök jól látszik az egész. Ja, azt nem mondtam az előbb, de szoktak erre felé látni egyébként ilyen árnyalakokat. Természetesen azt mindenhol szoktak látni. Minden sztoriban ez benne van, hogy árnyalakok. Ez a mikrofonnal sajnos így nem hallatszik jól. A külső zaj, nem mintha lenne, de hogyha lenne bármiféle külső zaj, az nem lehetne hallani túlzottan. Temető. Messziről hallom az zúgását a folyónak. Van erre felé egy ilyen vízesésszerű duzzasztógát, mit tudom én micsoda. Annak van ilyen nagy morajló hangja, hogyha hallatszik egyáltalán bármi. Ott van szépen látható a teteje, meg úgy maga az egész épület egész szépen látható így. Nem nevezhető csúnyának, szép építészeti stílus. Árnyékembert még nem láttunk, árnyékok elsolnását, se szörnyeket, se szellemeket. Vicces, amúgy szabad szemben, mert másképp lát néhány dolgot. Aztán átvált az ilyen látóra, és már hirtelen minden teljesen más, világos, fényes. Látszik, hogy az emberi elmét mennyire meg tudja csalni a sötétség. Most hát az ember az embert a saját szeme tudja megcsalni, inkább így mondanám, a sötétben, vagy sötétnek köszönhetően. A kamerába lófasz nem látok a valóságból. Szóval inkább a valóságot nézem, és kevésbé az, hogy mit veszek a kamerával. És itt jövünk ki, hogy a templomnak a másik oldal lényegében. Hatalmas tócsák vannak itt, meg minden szar. Arra nem akarok menni, mert van ilyen mozgásérzékelős lámpa is felkapcsolódik, és azt nem szeretem. Arra se akarok menni viszont, mert picit bozótosabb, mint kellene, szóval eljövök így kettő között, valahol a sírok között fogok kimenni. Csak hogy még biztonságosabbnak tűnjön a dolog. Berakok majd alá valami parazenét. Nem akarok közel menni egyik sírhoz se, nehogy valami megszentségtelenítés történjen általam. Na értitek, mire gondolok. Mit
kis körkép. Hol vagyok benne a sírok között? Ja. Ez mind. Arra meg már a kijárat. Nem hatalmas, viszont annál hangulatosabb hely. Ez. Beállok még ide középre. Meglessük. Szépen egyenesen. Szemből. A ijjérfényt ki is nyomom inkább. De már csak zavaró így nappali fénynél, majd hogy nem. Egy a túlzás nappali fény, de kifejezetten erős fény. Ennyi. Távozom is. El szeretnék nektek mesélni még egy pár történetet, amíg itt vagyok a temetőben, a Holy Trinity Church kertjén belül. Ugye volt múltkor egy videó, amit kiraktam így Facebook csoportba, ott ilyen különösebb jelenség látható a videón. Szinte fixre mondom, hogy ember volt, bár nagyon furcsa és ijesztő jelenet egyébként. Szerintem arról van szó, hogy megjátszott hülyeség vagy ilyesmi. Nem, az tényleg megtörtént, csak valószínűsíthetőleg ember volt, nem pedig valamiféle szellem vagy szörny, ugye, ahogy lenni szokott itt a dolog. Viszont egy másik momentum, egy nagyon para momentum, az egyetlen olyan, amit itt tapasztaltam, és nem igazán tudom megmagyarázni igazából, az amikor így álltam abba az irányba, és mögöttem elkezdett a telefonom érzékelni egy másik arcot. Soha nem csinált még ilyet ez a telefon korábban. Nagyon régóta használom mindenféle videókészítése, meg hasonlók. Soha ehhez hasonlót nem tapasztaltam, soha nem volt még olyan, hogy így a saját arcomon kívül egy másik arcot is érzékelt volna. Itt viszont hasonlóképpen álltam akkor is, mögöttem pont itt, ahol van az út, vagy járda, vagy mi ez, ott érzékelt egy arcot, és maga az ilyen arc érzékelős, hogy ez a négyzet alakot, tudjátok, mire gondolok, az elkezdett érzékelni egy másik arcot, ami először pici volt, aztán egyre nagyobb, mint hogy közeledett volna felül, vagy mögülem valami felém. Az para volt, nem mondom, hogy ezt szartam magam, vagy ilyesmi, de para volt. Próbálom reprodukálni ezt a dolgot most. Körülbelül, ti ezt nem realizálhattátok, körülbelül 10 percen keresztül próbáltam reprodukálni ezt a dolgot. Nagyon minimális videót fog bevágni, maximum ebből. Nem volt ugyanaz az effekt, nem volt ugyanaz a jel. Négyzet alakú cucc, csak az én arcomnál, ugye. Nagyon furának tartom, és nem igazán tudom hova tenni, mert mondom, soha. Egyetlen egy alkalom nem volt még, hogy ezt itt tapasztaltam volna. Itt igen. Akkor egyszer. És most se sikerült még egyszer ezt előhozni. Lehet a fényviszonyoktól is függött, lehet, hogy valamilyen kamera bug. Nyilvánvalóan nem azt mondom, hogy ez szellem volt. Csak szerettem volna ezt így biztosra megtudni. Szerettem volna így a végére járni, hogy ez megint előjönne most, hogyha azt csinálom, amit múltkor. De nem. Szóval szintén nem mondom azt, hogy ez paranormális jelenség, csak fura. Fura, hogy pont itt, ahol ilyen mindenféle szörnyű történetek meg legendák keringenek. Ha mögöttem láttok valamit, szóljatok nyugodtan. Ja, szóval ez volt a kis paranormális stratfordi túránk. Van még egyébként egy-két ilyen hely, egy-két ilyen parahely a városban, nyilvánvalóan. Azokat kívülről sem tudom megmutatni sajnos, mert egy birtok van valahol. A városon kívül a franc tudja, nagyon messze. Nem azt mondom, hogy messze, de sétaútra egy olyan 40-50 perc, ami nem lenne probléma, csak felesleges oda menni, mert kapu van kívül. És kívül meg sem lehet mutatni, ahogy láttam a Google Maps-en. Ezen kívül van még a Clopton House. Tudtam, az is így városon kívül valahol tartózkodik. Terül el, bocs. Meg még talán egy ilyen valamiféle, szintén ilyen kastélyszerűség. Nem tudom, az is valahol kint van valami birtok mögött. Ezt nem tudom, hogy tudjátok-e, de például itt forgatták nem messze ettől a helytől. Illetve ez a városhoz tartozik, az a hely, az a birtok, az a farm, ahol forgatták a Teletubbiekat.
Szóval büszke vagyok magamra, mert egy olyan helyen lakok, ahol William Shakespeare született meg élt, illetve mit forgatták nem messze, a Teletubbikat. És ez nagyon fontos, ezt mindenképpen el kellett mondanom, mert ez egy elég hasznos info. Illetve tudtam, hogy forgattak itt Harry Potter egy-két jelentet valamilyen résznél, valamelyik részén nem tudom, mert nem találtam róla konkrét infókat, csak mondták helybéliek, hogy volt itt a stában annak idején, meg egy vagy két napig. Szóval valamit forgattak, valami minimálisat, az is lehet, hogy nem került be a filmbe végül, nem tudom. Lehet, hogy pont mondjuk a katedrálisnak a belsejében forgattak valamit. Mindig katedrális mondok, templom. Egy innen nem messze lévő városban egyébként van egy templom, ahol a legtöbb ilyen izét forgatták a Harry Potterhez. A nagy ebédlős jeleneteket. És nem is templom, az is ami kastély, vagy mi a fasz, nem tudom. Na szóval, ennyi. Ezt szerettem volna ma elmondani nektek. Remélem tetszett. Max érdekességet tudtam mondani, meg valamilyen minimális képi anyagot felhasználni hozzá. Így a városon belül nagyon sok értelmes helyet nem tudok mutatni. Ezeket is csak kívülről, ugye. Mert gondolkodok városon kívüli, vagy más városoknál ilyen videón esetleg. Cső.